Szegény Kim. Aj, mit csináljak veled? Leporoljalak? Meglocsoljalak? Már csak. Hát ez meg... Jaj, szegénykém. Nem csodálom, hogy ennyire kifurcantál. Köszi, hogy segítettél. Én biztos hamarabb elfonnyadok, mint hogy ő elporladjon. Bizony, a műanyagnak nagyon sok időre van szüksége, hogy lebomoljon. Még egy ilyen picinek is kellhet akár 100 év is. Haha, ugyan, én szívós vagyok, nem ilyen puhány. Nagy menő vagy, mondhatom. Elnyomni a szépet, szorongatni az állatokat, beszennyezni mindent. Bizony, szennyezni, mert az is vagy egy szemét. Kukába veled. Jaj, ne, csak azt ne, ne dobja kukába. Miért? Mi a baj? Vicceltem, te ijedős. Nem árthatsz nekem, mert a kukás autóról lefúj a szél, aztán repülhetek a tengerig. Mindig is látni akartam a tengert. Nem fogsz eljutni odáig, mert akkor meg az állatokat veszélyezteted, vagy a barátocskáiddal eldugítasz egy folyót. Veszélyes alak. Tudod mit? Szelektív kukába doblak, és akkor újra hasznosítanak. Úgy nem árthatsz senkinek. Fránya egy alak volt. Napsi, minden oké? Igen, csak egy kicsit felzaklatott. Az a baj, hogyha ide kerül egy műanyag, akkor olyan nehéz kitalálni, hogy mi legyen vele. De engem megmentettél, a legjobb helye a kukában van. Így is túl sokan kerülnek a természetbe. Tényleg? Tudod mit? Akkor megígérem, hogy mostantól a kirándulásokon összeszedem mások után is a szemetet. Meg esetleg csoki helyett néha ehetnél gyümölcsöket, de ne nejlonzacskóból. Tényleg? Úgyis uzsi idő van. Gyere csak, Alma!